hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény művelődési ház és egy pályázat. Akár így is kezdődhetne ma esti történetünk. Köszöntöm Önöket, ez az Esti Mérleg. Elkezdődött a népmese.pont kialakítása itt a Gárdonyi Géza művelődési házban. De hogy mit is jelent az a népmese.pont, arról lesz szó a következő percekben. Tartsanak velünk! Így néz ki most a Gárdonyi Géza művelődési ház földszintje. Egy korábban elnyert 80 millió forintos pályázatnak köszönhetően két hete elindulhatott a kivitelezés. A tervek szerint őszre elkészül a népmesepont a művelődési házban. A magyar népmese kincs minél szélesebb körűbb megismertetésére törekednek majd itt. A program keretében többek között műhelyfoglalkozásokra, élő szavas mesemondásra, kompetenciafejlesztő táborok megtartására lesz lehetőség, de az egész család részvételét biztosító programokat is szerveznek majd. Tavaly adtunk be egy pályázatot, egy EFOP-os pályázatot, aminek az a célja, hogy a magyar népmese kincs értékeit továbbadjuk, illetve hogy minél több kisgyermekhez eljuttassuk, és ez hivatott erre az intézmény is. Ugye aki ismer minket, illetve tudja, hogy a Gárdonyiban mi zajlik, az tudja, hogy mi elég nagy hangsúlyt fektetünk erre, eleve a mesére, de azon belül is a népmese nagyon fontos szerepet tölt be az intézmény életében is, és ezért is gondoltunk arra, hogy nagyon jó helye lenne, hogyha a városban, itt a Gárdonyiban jöhetne létre maga ez a népmese pont. Itt arról van szó, hogy különböző városi és megyében lévő intézményeknek olyan programokat szervezünk, amik a népmesével kapcsolatosak. Ennek az a lényeg, hogy ez egy iskolán kívüli foglalkozások, illetve tematikus előadások legyenek, hogy a gyerekek abból a környezetből kiszabadulva, itt egy teljesen más környezetben megtapasztalhassák, hogy milyen is a népmese, az élő szavas mesemondás, és minden olyan egyéb tevékenységben részt nehessenek, amivel esetleg ők nem találkoznak. A projektbe székesfehérvári és Fejér megyei óvodások ezreit vonják majd be a következő években, a programok pedig szeptembertől indulhatnak a műfház felújított szárnyában. Új burkolatot, belső teret kap a három terem, és a népmeséhez köthető installációkkal, például búbos kemencével, három rábú székkel díszítik majd a szobákat, melyekben ősztől indulnak majd be a foglalkozások. Ugye az előkészületeket már hónapokkal ezelőtt megkezdtük, most ami itt látszik mögöttünk, hogy az épületben körülbelül egy ilyen 160 négyzetméternek neki álltak a szakemberek, és így gyakorlatilag falig verték magát ezt a két helyiséget, illetve ezt az előteret. Itt most teljesen új burkolatot kap a fal, a parketta gyönyörű szépen fel lesz csiszolva, új konvektorokat szerelünk be, és hogyha ezek a munkálatok elkészültek, és nagyon szép belső tereket kapunk, akkor az lesz a következő feladatunk, hogy ezeket megfelelő berendezéssel és installációval lássuk el. És ez a berendezés, meg az installáció, ez mondjuk nagyjából hogy fog majd kinézni, gondolom, hogy ez is kötődik majd a népességhez. Természetesen az egésznek egy ilyen hangulatot szeretnénk, ugye három helyiségből fog állni maga a népmesepont, ahol itt állunk, ez lesz az előtér, ide fognak először megérkezni a gyerekek, innen indul minden történet, és ahogy beljebb haladunk, úgy fogunk majd folyamatosan a mesék világába bevezetni a gyerekeket. Lesz egy olyan rész, ahol gyakorlatilag egy paraszti otthont rendezünk be, annak a sajátságos jellegzetes berendezési eszközeivel, meg fog jelenni majd a búbos kemence, de lesz háromlábú szék például, vagy régi konyha eszközök. Szóval arra törekszünk, hogy minél több ilyen elemmel gazdagítsuk ezt a kiállítást. A falakra is például szőttesek fognak kerülni, vagy kerámia edények, amik még inkább egy ilyen otthonos hangulatot adnak ennek az egésznek. És hogy haladunk tovább, akkor természetesen a nagyobb terekben mindig attól függően, hogy milyen mesei elemeket veszünk elő, ugye több variáció is lehetséges, vagy egy erdő és egy nagy tér jelenik meg, vagy egy falucska, egy város, és hogy segítségül hívunk minden gyakorlatilag, a báboktól kezdve a babzsákokon át, a kispárnákon keresztül, a fajátékokon át, minden olyan eszközt, ami segít nekünk abban, hogy a gyerekeket minél jobban megismertessük ezzel az értékkel. Ezekben a termekben milyen rendszerességgel lesznek majd programok? Tehát most heti szintre kell gondolni, vagy hétköznaponként mindig nagyjából, hogy lesznek majd itt programok?
A népmesepontnak lesz egy általános nyitvatartási ideje, hétfőtől szombatig. Azzal nagyon fontos tudnivaló, hogy ugye mi 10 intézménnyel állunk együttműködési megállapodásban, akiknek 3 éven keresztül különböző foglalkozásokat fogunk megvalósítani, ezt velük egyeztetve találtuk ki nyilván az ő igényeiket is felmérve, ezek óvodák, általános iskolák és középiskolák is. Arra kell törekednünk, illetve az nagyon fontos szempont, hogy ne csak ezek az intézmények részesüljenek ebből, hanem a város más intézményei is, és az intézményen kívül a lakosok is. Tehát arra fogunk törekedni, hogy 100%-ban kihasználjuk a népmesepontot, ehhez majd nyilván kell egy együttműködés is a szervezetekkel és a lakosokkal is, hiszen reményeink szerint nagyon látogatott lesz, és egész nap forogni fognak a csoportok vagy a családok, úgyhogy erre is már kitaláltunk egy jó módszert, ami mi szerintünk nagyon jó működőképes lehet, úgyhogy abban bízunk tényleg, hogy itt a fehérvári embereknek is, és ami tényleg fontos számunkra, hogy a megyében élőknek is minél inkább meg tudjuk mutatni ezt a pontot, és azon kívül, hogy ők ide eljönnek, természetesen nekik is készülünk különböző programokkal, ami hát elképzelhetjük úgy, hogy ilyen csomagokat fogunk összeállítani, és a korosztályoknak megfelelően fogjuk ezeket előkészíteni. A pályázatban azt hiszem szerepel egy ilyen létszám is, amit vállalni kell egy gyerekekből, hogy nagyjából mire lehet számítani összegészében, hogy a következő 3 évben hány gyerek fogja meglátogatni ezt a népmesepontot? A pályázat, amit előírt, az 900 fő, mi ennél sokkal többre törekedtünk, eleve 3000 főt vállaltunk, de ez csak azoknak a gyerekeknek a szám, akik szervezetten jönnek hozzánk, tehát hogy mi szeretnénk hozni, hogyha ez sokkal több lenne, tehát több ezer, és nem csak a gyermekek, hanem a felnőttekre is ugyanúgy számítunk, a szülőkre, a nagyszülők, és a gyerekek mellett még pedagógusoknak is szervezünk egyébként képzéseket, szintén ugyanígy a pályázat keretén belül. Úgyhogy én abba bízom, hogy ha csak a 3 évet nézzük, ameddig ugye a pályázat megvalósítási időszaka tart, hogy több ezer embert érünk el a városból és a megyéből is, és reméljük, hogy hosszú távon pedig még többeket. A tervek szerint ez a népmesepont ez őszre elkészül, viszont a felújítás az, hogyha csak egy kis időre is, de csak annyi időre áll meg, mert utána majd folytatódik várhatóan itt a Gárdonyi Géza művelődési házban. A komplett műfajsz felújításáról mi az, ami egyelőre tudható? Igen, hát nagyon bízunk benne, hogy most már ez is tényleg itt van. Ugye tavaly decemberben kaptuk azt a jó hírt, hogy a kormánytól kapott a város egy nagyon szép összeget arra, hogy elkészítsék a ház teljes felújítási tervét, és aminek mi nagyon örülünk, hogy nem csak az épületről van szó, hanem az épület előtti térről is, hiszen azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges helyszín itt a Maros egy szívében, gyakorlatilag a Sóstó szomszédságában, tehát rengeteg lehetőség rejlik benne. Elkezdtük a közös munkát az önkormányzattal és a Városfejlesztési Kft-vel, akik már felmérték az épületet kívül belül, átbeszéltük, hogy milyen funkciókat szeretnénk, mi az, amit nagyon fontosnak tartunk, hogy hogyan látjuk azt az eddigi évek tapasztalatából, és az itt lévő csoportok, közösségek számából, hogy mi az, amire szükség van, mi az, amiből esetleg hiány szenvedünk, és annak megfelelően próbálunk közösen gondolkodni, és olyan tervet elkészíteni, olyan házat megálmodni, ami mindannyiunknak nagyon jó lehet, és hasznos lehet, és nagyon jó elosztással bírhat. A teljes felújítás tehát még várat egyelőre magára, azonban addig is érdemes lesz látogatni a művelődési házat, ha másért nem, akkor a népmesepontért. A projekt pedig nagy sikerrel kecsegtet, hiszen az óvodás és kisiskolás korban a legfogékonyabbak a gyerekek arra, hogy a kultúra szeretetét beléjük plántálják. Itt a mese vége, ennyi volt mára az esti mérleg, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!